Idén szeptembertől új sportág is szerepel a Máté Szalkai MTK repertoárján, 8. szakosztályként ugyanis ekkor alakult meg a Szalkai Aranycápák csapata. Az úszó szakosztály az egész városra kiterjedő feladatot tűzött ki maga elé, céljuk, hogy minden Máté Szalkai gyermek megtanuljon úszni. Ezt már egészen a babakortól elkezdik Máté Szalkán. Én kezdem teljesen a picikkel a vízhezszoktatást, ez a babaúszással kezdődik. Én is Tuller babaúszás oktató kezdem a picikkel, egészen 3 hónapos kortól jönnek már a vízben, és nagyon sok gyerek egészen 3 éves koráig kitart, és a vízben marad. Nyilván nagyon sokat számít, hogy a szülő is mellett áll és hozza, és 3 éves kortól kezdik, mikor már csak velem úsznak, és mint úszásoktatást folytatják tovább, és remélhetőleg innen pedig már a mély vízen folytatják, ahol edzésként folytatódik az úszás, és beépül az életükbe, és akár versenyúszóként is folytathatják tovább. Ilyenek pedig már most is vannak az úszócsapatban, többen már különböző versenyeken is megméretik magukat. Ugyanis az oktatás mellett az is cél, hogy Máté Szalkának is legyen egy olyan úszócsapata, ami emeli a város hírnevét, eredményeket ír el, és a város neve szerepeljen az úszó történelemben. A versenyzők közül jó néhányan pedig már most szép sikereket értek el. Szabolcs Túr úszóversenyeken veszünk részt, ahol nagyon sok gyerek, aki pedig még csak szeptemberben kezdett, és már dobogós helyezést ért el a Szabolcs Túr fordulókon, olyan gyerekek között, akik bizony 2-3 éve, heti 3-4-szer nyomják az úszást, és nálunk ugye még most kezdődött szeptemberben, és nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek. Jelenleg közel 60-an úsznak az aranycápáknál, ahol hosszabb távon a cél, hogy egy országosan is meghatározó egyesületén nője ki magát a klub. Ez úgy fog kinézni, hogyha minden jó lesz, és az évek fogják majd bizonyítani, hogy ez működőképes, hogy egy felmenő rendszerbe babaúszástól, tehát teljesen 3 éves kortól elkezdjük felépíteni, onnan Zsuzsa csinál egy alapfokú úszásoktatást 4-5 éves gyerekeknek, és a 4-5 éves kortól jönnek át hozzám a Nagymedencébe, és ott a rendszeres úszás foglalkozás keretében egy megyei szintű B-kategóriás úszó sportot indítunk el, ami később természetesen reméljük idővel egy A-kategóriás úszócsapatban megy át, ami az országos kereteken belül is meg tudja mutatni a tudását. Az aranycápák nevéhez fűződik az idén első alkalommal megrendezett fényes úszás is. Ezen több mint 24 órán keresztül folyamatosan úsztak a résztvevők, és 3 országos rekord is megdőlt a rendezvényen, illetve olyan nagy nevek voltak a vendégek között, mint az európai és világbajnok Bernek Péter, vagy az Európa-bajnok Verhasztó Dávid. Az volt a cél először is, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy úszunk 24 órán keresztül, éjjel-nappal, sok gyerek. Mikor elkezdtük, akkor egy 2-300 fővel elkezdtük, most láttátok, már 4-500-an vagyunk, akkor 600 kilométer volt, most már 1400-1500 kilométer, meg 1600 kilométer, és összedugtuk a csapat a fejünket, és megmondtuk, hogy csinálunk valami olyan dolgot, amivel ismét felhívjuk a figyelmet. Hál' Istennek nagyon jó viszonyt tápolok olimpikon úszókkal és a válogatott úszókkal, tehát nem volt nehéz lehívnom ide olimpikonokat, meg válogatott úszókat, és hál' Istennek szeretettel jönnek és elfogadják a meghívásunkat. Tehát én ezzel azt akartam elérni, hogy Máté Szalka a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei úszásnak a vérkeringésébe úgy kerüljön bele, amivel azonnal egy olyan robbanásszerű bemutatkozást csinálunk, amivel elérjük azt, hogy azonnal felfigyel ránk mindenki. Az aranycápák versenyzői a közeljövőben a Diákolimpián méretik meg magukat, amelynek néhány úszó olyan reménnyel vág neki, hogy a megyei döntőt megnyerve az országos döntőbe is eljuthat.